Gyűlnek az aláírások a győri vasútállomás előtt. 2010-ben itt esett ki egy 22 éves lány a vonatból, majd egy másik szerelvény halálra gázolta. A szülők a mai napig sem kaptak egyértelmű választ arra, hogy miért történhetett a baleset, ezért kezdtek az akcióba. Az évek alatt többször is vizsgálták már az esetet, egyelőre eredménytelenül. Konkrétan az eljárás az ismételten megfenek lett. Tehát nem történt a múltkori találkozásunk óta, ez talán egy-két hónapja volt. Nem történt semmi. Azt tervezik, hogy legalább 10 000 aláírás gyűjtenek össze és benyújtják a parlamentnek, hogy alaposabban vizsgálják ki és előzzék meg a hasonló baleseteket. Sajnálatosan kikipotyognak az emberek a vonatokból, és ez nem normális dolog, 2013-at írunk azért mégiscsak. Legutóbb Dunaharasztin esett ki egy fiatal lány a vonatból, alig egy nappal később pedig a velencei vasútállomáson is hasonló baleset történt. Bár az ajtókat menet közben elvileg nem lehet kinyitni, akik gyakran utaznak vonattal, azt mondják, sok probléma van az ajtókkal. 10 utazásból olyan 6-szor előfordul, az biztos. Vagy ha kicsit is meglököm az ajtót, akkor is kinyílik, de van olyan eset, amikor például beszorul az ajtó, és nem lehet kinyitni. Tehát ez a két véglet van, hogy nem figyelnek rá, vagy nem is érdekli őket, nem tudom. A MÁV szerint az esetek tisztázását az lassítja, hogy nem csak ők, hanem több más hatóság is vizsgálódik egy-egy baleset kapcsán. Elmondták azt is, a baleseteket sokszor nem az okozza, hogy menet közben kinyílik az ajtó, hanem hogy a vonat ajtaját az indulás előtt nem csukják be rendesen. Ezért a vagonokra biztonsági zárakat szerelnek.